Az IVI részéről a 8. Fit Arena november 3-án ismét egy olyan standdal fogunk a nagy közönség elé állni, amely számos színes programot nyújt. Mind az Expo területén, mind egy színpadon vagy a Gladiátor teremben az IVI oktatói vagy előadói prezenterei volt tanítványai fognak különféle programokat nyújtani, mint a Gladiátor tréning, amit Tozó bemutatott nemrég az IVI végzett hallgatóival közösen kerül bemutatásra. November 3-án a 8. Fit Arénán fogok Gladiátor tréninget tartani. Hát ez egy nem egyszerű edzésmód. 4 évvel ezelőtt fejlesztettem ki, különböző funkcionális eszközöknek a párosításával, illetve egyeztetésével. A Fit Arénán főleg saját testsúlyjal fogunk dolgozni, semmi eszközt nem fogunk használni. Garantálom mindenkinek azt, hogy nagyon-nagyon el fog fáradni. Igazából a kezdőknek nem annyira ajánlanám, de bele lehet kóstolni ki, mennyire bírja ki ezt a laza 45 percet. Mindenkinek megszokott az, hogy a fitness, illetve aerobik rendezvényeken főleg hölgy vendégek vannak. Hát bizony itt a brutál teremben nagyon kemény csajokat is várok, de főleg azokat a férfiakat, illetve fiúkat, akik szeretnének szembenézni azzal, hogy mennyire erősek, és hogy szeretnék azt meglátni ténylegesen, hogy hol tartanak a saját testsúlyos edzésben. Készülök rá, nagyon-nagyon jó hangulatot fogok varázsolni az arénába, illetve a brutál teremben, mindenkit szeretettel várok. A G-Flex képzések, illetve a G-Flex gyakorlatok bemutatásra kerülnek az Expo területén, az IVI standján. Rengeteg színes programmal készülünk, szinte tele van a nap különböző óratípusokkal, különböző programokkal, könnyebb, nehezebb programokkal, funkcionális edzésekre helyeztük a fő hangsúlyt, a funkcionális edzések lesznek eszközökkel. A Spartan Fighter tréningnek igazából a lényege, hogy ütés és rugó elemeket tartalmaznak, ezen kívül medicinlabdás gyakorlatokat, köteles gyakorlatokat, baseball ütős gyakorlatokat, és ezen kívül saját testsúlyos gyakorlatokat is, és még sok-sok-sok-sok minden más. November 3-án a Brutál teremben találkozunk, nem csak a Spartan Fighter tréninggel, hanem a Sparta Gírja tréninggel is. Nagyon kevesen tudják, hogy valójában a gírja az orosz megfelelője a kettlebell golyónak, valójában ugyanarról beszélünk. Ez a kis füles acélgolyó lesz a mi kis eszközünk a Spartan Gírja tréningünk során. Az edzések folyamán 1000-1200 kalóriát fogunk elégetni, alapgyakorlatokat fogunk csinálni, természetesen az egészség jegyében. Keressetek minket, Brutál terem, mi ott leszünk!